Nos, itt vagyunk újra, méghozzá a féltékenység címet viselő kis szösszenettel. Nagyon sok e-mailt kaptam ebben a kérdéskörben, úgyhogy arra gondoltam, hogy inkább elmondom így, talán teljesebb választ tudok adni, úgyhogy egy pár percben, mint sem néhány mondatban. Mielőtt belevágnánk, elmondanám a következőt. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, hölgyeknek és uraknak, akik anyagilag is támogatják ezen előadások létrejöttét. Tudom, mindegyikük azt kérte, hogy nem mondjam a nevét, szeretne névtelen maradni, de hát csak egy pár keresztnevet hagy mondjak el a teljesség igénye nélkül. Tehát nagyon szépen köszönnénk Melindának, Máriának, Évának, Csabának, Lászlónak, Juditnak, Olgának, Témiának, tényleg Zoltánnak, többen már többször is támogattak minket. Nagyon szépen köszönjük a támogatást, jól esik, hogy közösen tudunk haladni előre. Tényleg köszönjük. Kettő. Gyakran elmondom, de elmondom újra, mert többen kérdezik, úgyhogy nagyon szívesen megismétlem. Ezek az előadások spontán készülnek, tehát azt jelenti, hogy kapok egy kérdést és válaszolok rá. Nincs arról szó, hogy kérdezés nélkül beszéljek, mert nem szoktam. Alapvetően válaszolni szoktam, hogyha tudok. Hogyha nem tudok, akkor is megmondom, hogy nem tudok. Ez a mai előadás is így készült, mint mondottam volt az elején, nagyon sok kérdést kaptam ebben a témában is, hogy ezért vesszük föl. Jó? No. Hát maga a féltékenység, mint olyan most, ugye a féltékenység általánosan közismert, ugye egy érzés. A többség úgy gondolja, és valahol jogosan, hogy egy destruktív, tehát egy romboló érzés. De, és ez most nagyon fontos, a következőt kell megérteni. Mindennek, ami létezik a mindenségben, annak mindig van egy építő, és van egy romboló hatása is, formája egész pontosan. Igen, és a féltékenységnek is van egy olyan formája, olyan megnyilvánulásai, ami nevezhető építő jellegűnek is. És hát a romboló hatását teljesen egyértelmű, és sőt, hát ugye ennek a beteges féltékenységnek is ugye vannak fokozatai, tehát, hogy van csak a normálisan betegesen féltékeny, de mondjuk van ugye a patológiai eset, tehát aki tényleg féltékenységében baltát ragad, és lemészárol mindenkit, aki az útjába kerül. Tehát próbáljátok meg mindig nyitottan állni a dolgokhoz, amikor hallasz egy címet, mondjuk egy szót, egy nevet, akkor próbáld meg elengedni azt, amit arról gondolsz. Még akkor is, hogyha a tapasztalataid alapján tudod, hogy igazad van. Tehát engedd el és hagyd, hogy az új dolgok magasabb remélik a tudásodat. Ez nem azt jelenti, hogy felejtsd el, amit tudsz, vagy érzel egy adott témáról. Csak hagyd, hogy az újabb hatások megemeljenek. Nem kell elfogadni azt, amit mások mondanak. De felhasználni a másiknak a gondolatszelét, mint tényleg, mint a vitorlás, hogy felhasználja a hirtelen feltámadó szelete. Azt viszont azért megéri. Oké? No tehát, mielőtt belelenk a féltékenység témakörébe, mondom, ezt a kettő dolgot éri megérteni. Az első, hogy van, igenis van egy építő, nevezzük pozitív féltékenységi formának is, és van igenis egy masszív romboló forma, illetve a második pont, az pedig az, hogy a féltékenység alapvetően nem mindig csak a párkapcsolatban jelenik meg, sőt az élet más területén is masszívan ott van. Úgyhogy mielőtt belevágunk a párkapcsolatos részbe, előbb veszik meg a féltékenység azon területét, ami nem a párkapcsolatra irányul. Ugyanis a féltékenység nem megfigyelhető, hogy ugye két formában szokott megjelenni. Az egyik, amikor az érzés ott van, és tudod, hogy féltékeny vagy, mondjuk a párod esetében. A másiknál viszont nem is ott az érzés, nem is érzed a féltékenység érzését, nem is nagyon tudsz róla, hogy a féltékenység az, ami előhoz belőled más érzéseket és más gondolatokat. Például a kokáért mondok egy párat, mondjuk a szakmai féltékenység. Amikor azért, mert tudod, mi én úgy gondolod, hogy a másik jobbat a szakmádban nálad, de ezt nem akarod, vagy nem mered beismerni, vagy nem tudod beismerni. Ezért a másikat bántod, haragszol rá,
ha meg tudod tenni, keresztbe teszel neki, nem szimpatikus, jogosan, tehát tényleg úgy érzed jogosan, hogy nem szimpatikus, és bárhol elmondod, amikor valaki megkérdezi, hogy az ember milyen, mindenhol lelkét egy Sydney elmondott, hogy milyen negatív érzések vannak irányába, és az érzések a számodra valódiak, csak nem tudod, hogy igazából a féltékenység motiválja az, hogy szakmai féltékenységet élsz meg a másikkal szemben. Vagy például meg lehet figyelni, amikor a csinos nők találkoznak egy náluk csinosabban, gyakran megesik, hogy elkezdik ugye lehúzni társaságban, háta mögött különböző pletykákat terjesztenek, vagy ha pletykát nem is, de a másik tökéletes alakjába próbálnak belekötni azért, mert ugye féltékenyek, hogy náluk valaki szebb. De van, én a férfiaknál is gyakran vettem észre, hogyha egy társaságba bekerül egy új férfi, aki mondjuk erősebb vagy gazdagabb a bent lévőknél, akkor az nagyon gyakran én mondva csinált dolgokat találnak ki a pasik, az új gazdagabb férfiról, hogy mit tudom én, bunkó, vagy el van szállva magától, vagy szóval, ami igazán nem igaz, csak egyszerűen nem merik meglátni a pasik, hogy azért van bennük ez az érzés, mert ugye féltékenyek a pozíciójukra a társaságban és a társadalomban, ugye az új megjelenő hím miatt. Tehát mondom, ez a fajta féltékenység, amikor nem érzed az érzést, ez áthatja az egész létezést, és legtöbb ember belecsúszik. Bizony. Hát igen, de mondom, nem mindenki, csak a többség. Nem könnyű felfedezni, hogy a biztosnak hit megérzésed a másik emberről, vagy a biztosnak vélt, valósnak vélt emberismereted, az igazából be tud csapni. És csak arról van szó, hogy az egód érzi ezt a romboló, destruktív elejű féltékenységet. De mivel nem akarsz leszembesülni, vagy mondjuk mivel vagy annyira értelmes, hogy tudod, hogy ennek nem szabad teret adni, ezért elfojtod. Viszont az elfojtásnak köszönhetően, hogy így jelenik meg. Megesik az ilyen. Ha nem felejtem el, akkor majd beszélek a felvétel végén az esetleges megoldásról, hogy hogyan lehetne megoldani a féltékenységet, vagy csökkenteni az erejét. Igyekszem nem elfelejteni. Csak hát az én koromban már, ugye. No. És hát ugye a féltékenységnek ugye a másik klasszikus formája ugye az, amikor az érzed a féltékenységet, magát az érzés, ezt a mardosó, fájdalmas érzést. Ugye, hogy tombol a zöld szemű szörnyeteg, ahogy ugye Jágó is megmondta. De ha jobban megnézem, amúgy a Shakespeare nem is járt messze. Shakespeare egész pontosan. Van egy olyan jó barátom, aki mindig leszakott ilyenkor baltázni. Hogy a Shakespeare az nem Shakespeare, hanem Shakespeare. Mert a féltékenységnek a színe, hát ha nem is zöld, tehát nem ilyen élénk zöld, hanem ilyen mocsárzöldszelű energiája van. Valóban szoktam látni, amikor kiáramlik egy emberből, ugye a mélyén megszületik az energiáinak, ugye a mélyén, és elkezd kiáramolni a testéből, meg ugye a lényéből, a bőréből, és kezdi körbefonni őt is, hogy beteríti, mint egy ilyen mocsárszerű gőzölgő, ilyen mi az ma köd. És nem csak őt teríti be, hanem a féltékenységnek a tárgyát, sőt a körülötte lévő embereket is, mint a családtagjait. Úgyhogy a féltékenységnek ez a fajta romboló formája, ez azért sem szerencsés, mert nem csak téged, mondjuk a féltékenységet érző embert mérgezi, hanem azokat is, akiket mondjuk tényleg szeretsz. No tehát, a klasszikus féltékenység amúgy az, ami általában a párkapcsolatban figyelhető meg, pontosabban a párkapcsolatnak még a kialakulása előtt is akár, közben, sőt, ugye hát utána is. Bizony. Ennek ellenére, hogy már a párkapcsolati féltékenységről beszélünk, itt is meg kell érteni a következőt, hogy igenis itt is van egyfajta egészséges, építő jellegű féltékenység, és itt is hát, hogy megfigyelhető ez a fajta romboló, destruktív féltékenység. Mit nevezünk egészséges féltékenységnek egy párkapcsolatban? Mi lehet ennek az egésznek az értelme? És figyelj, valahol a féltékenységnek ugye az egészséges formája az, amikor az, akit szeretsz, az, ahogy te élsz vele, vagy velük, hogyha több férfi, több nőnek a kapcsolatáról beszélünk, az ugye számodra jó, tartalmas, mély, szeretnéd ezt a jövőben is megélni, mert az emberi ilyen így működik, hogy ami számára jó, azt ugye akarja
a végtelenig. Szokták mondani, hogy a változás jó, de az állandóság még jobb. Igen, az állandóság akkor jó, ugye, hogyha jó. És ilyen teljesen egészséges és normális, hogyha amikor ezt veszélyben érzed, úgymond, akkor bekapcsol a kis készüléked, és elkezdesz figyelni, hogy akkor most mi is történik. Amikor egy ember egészséges, lelkileg és szellemileg egészséges, vagy hát majdnem egészséges, akkor amikor úgy érzi, hogy a kapcsolatában megjelenik, hogy a féltékenység, akkor nem zúdítja rá ezt egyből a másikra, hanem ugye elkezd figyelni. Az este többségében nem veszi komolyan, mert ugye az egészséges ember, lelkileg, mentálisan is, szellemileg is egészséges ember, ugye tudja, hogy a féltékenységnek semmi értelme. Az este többségében a féltékenység eznek a egészséges formája könnyen kezelhető humorral, öniróniával, és hát valóban kell egyfajta intelligencia hozzá, hogy az ember el tudja nevetni ezt az egész dolgot egyedül vagy a párjával együtt. Igenis, hogyha valaki intelligens, akkor nem nehéz neki megérteni azt, hogy a féltékenység érzés ilyen természetes, hiszen számára fontos dolgot nem akar elveszíteni, viszont a valóság ugye az, hogy nem veszíti el, hiszen a másik ott van. Hát hogy ne, több kapcsolatok ott vannak, működnek, minden szép és jó. Ha pedig mégsem, akkor meg nem is baj, hogyha ugye ott van az érzés, mert a féltékenység érzése változása sarkal. Nagyon fontos megérteni a következőt. Az építő jellegű féltékenységnek az a lényege, hogyha látod, hogy van valami probléma, akkor leülsz a másikkal, és megkérdezed, hogy akkor mi a helyzet, és hogyha el tudjátok ezt beszélni, ki tudjátok kommunikálni. És nem arról van szó, hogy a másikat tetemre hívod, hogy azt mondod, hogy te, na, most akkor neked tetszik a szomszéd, pasas, vagy a szomszéd nő, és most akkor engem itt akarsz hagyni. Tehát nem erről van szó, nem arról van szó, hanem azt kell megbeszélni, hogy mi az, ami a kapcsolatból valamilyen szinten hiányzik. A másik, mi az, amit nem érzi teljesnek ezt az egészet. És feltétlenül te sem érzed teljesnek az egészet, hogyha a féltékenység érzése mint olyan megjelent. De úgy hangsúlyozom, még ez a beszélgetés sem fontos sokszor, nem is kell. Mert egy-egy vicces mondattal, egy-egy jópofa könnyed beszólással, hangsúlyozom, könnyed és jópofával simán lehet kezelni az érzést. Persze, tehát ez nem probléma. Ha oda tudsz figyelni magadra és a másikra is, akkor látod, ha a másik féltékenykedik, akkor tényleg egy-egy vicces megjegyzéssel ki lehet húzni az élét. Mert hát igenis egy intelligens ember is pontosan tudja, hogy azért, mert te szerelmes vagy belé, attól még van szemed. Tehát igenis, hogyha csak a másik kell neked, attól még megnézed az utcán egy feltűnően szép férfit, vagy egy szép nőt. Nincs semmi probléma. Hogy ne. Még szerethet azt, ami másokkal is találkozni és beszélgetni. Azért, mert a férjeddel, a feleségeddel akarsz együtt élni. Hát persze. Tehát ezt meg lehet érteni, fel lehet fogni, és akkor a féltékenység építő. Kettő, a féltékenység építő, a féltékenységnek is az a értelme, hogy valahol önmagad felé fordít. Jó iskola, hogy nem egy rossz út felfedezni azt, hogy miért van benned féltékenység, hogy miért nincs meg a bizalom önmagad és a másik, illetve a kapcsolatod felé. Hogy miért egy-egy tüske a számodra az. Ha egy picit is úgy érted, hogy a másik mondjuk nem rád fókuszál. Miért hiszed azt, hogy akkor valaki másra fókuszál, inkább valaki más jobb, mint te, vagy több, mint te. Általában a féltékenység formái gyerekkorból adódnak, tehát akkor rakódnak le szülői tapasztalaton keresztül, illetve a kamaszkor környékén, mikor már a nemiségeddel együtt azonosítod magadat, tehát mikor már frissen megszülető nő és férfi, hangsúlyozom, hogy kamaszkor beszélünk, tehát 16-18-es kor körül, már belép valamilyen szinten az életbe, és már rájössz arra, hogy téged férfiként és nőként azonosít a világ. Magyarán ezt a férfi-nő képnek a sérülését már önmagad sérülésnek tekinted. Úgymond az arcvesztést, tehát hogyha valamiért a társadalom számára az iskolában, a környezetedben a férfiasság, nőiesség valamilyen szinten sérül, akkor a képe, hangsúlyozom, tehát az image, akkor már úgy érzed, hogy vége a világnak. Annak függvényében, hogy hogy alakul ki ez a kép, annak függvényében valamilyen kultúrában, társadalomban az nem számít a férfiasság, nőiességnek a csökkenésének, hogyha a párod szexuális kapcsolat létesít mellett mással is,
valahol már ez annak számít, tehát ha kiderül, akkor te a többi ember számára vesztes vagy. Tehát ilyenkor szabad kialakni a féltékenység, mint egyfajta ilyen kohéziós erő, illetve mint egyfajta ilyen lehetőség arra, hogy elkerüld úgymond a férfias nőies képednek a sírlését, az imidzsednek az összetörését úgymond. Illetve, hogyha mégis megtörtént a kezelését, legtöbb társadalomban, hogyha valakit tegyük föl, megcsalnak, ezáltal sérül mondjuk a nőiessége, férfiassága, és ezt mondjuk egy vehemens, üvöltöző, veszekedős, kirakom a másikat az életemből, kidobom a cuccát az ablakon, és nagyon-nagyon-nagyon üvöltök, és nagyon-nagyon-nagyon világgá kürtülöm, és nagyon-nagyon megalázom a másikat. Az legtöbb társadalomban ilyenkor valamilyen szinten az egyén visszanyer, úgymond, a férfiasság erőnyességéből. Tehát a nagyon látványosan féltékenykedő, és nagyon áldozat vagyok, és ezért most bosszút állok a másikon, mert kemény vagyok, és lerendeztem, és kiraktam az életemből típusú attitűdöt. A legtöbb társadalom pozitívan értékeli, és az, aki ezt megteszi, az valamit úgymond visszakap a személyiségnek a fényéből. De rengeteg, ezen túl számtalan millióka lehet annak, hogy a féltékenység miért üti fel a fejét. Tehát hangsúlyozni szeretném, ez egy nagyon jó lelki út arra, nagyon jó ösvény arra, hogy megismerd önmagadat, meg a lényedet. Mert sok minden felfedezni valót adhat, hogyha végigmész azon. Hangsúlyozom, amikor a féltékenység nem annyira erős az életedben. Mert ha nagyon erős, akkor nem nagyon tudsz rajta egyedül végigmenni, akkor nagyon nehéz végigmenni rajta. De amikor csak úgy látványosan ott van, nem túl vészes, de hogy néha megnék, akkor nem egy rossz út. Tehát erre is jól mondom, ez a fajta egészséges féltékenység, oké? Másrészt pedig azt vettem észre, hogy az emberi elme, mire az egészséges féltékenység valahol az élete része, ezért el is várja, hogy a másik az, aki őt úgymond szereti, az valamilyen szinten egészségesen legyen féltékeny. A legtöbb emberi elme úgy gondolja, hogy ha a másik féltékeny, akkor a fontosságát fejezi ki, azt a kapcsolatnak meg a fontosságát, azt, hogy igenis azért féltékeny az én drágám, mert hogy nem akar elveszíteni, mert hát ugye nagyon szeret. Hangsúlyozom, az egészséges féltékenységnél még valahol az így is van, úgyhogy ha a féltékenységnek mondom, ez az egészséges mértékkel van meg, akkor ez még lehet a szeretet kifejezése is, és nagyon sok ember mondom el is várja, úgyhogy még erre is jó valóban. Szoktam mondogatni, hogy a ragaszkodás, vagy a kötődés sem feltétlenül rossz, hogyha valódi és őszinte, és benne van a szabadság is. Mert csak a hazug ragaszkodásban, az egoista kötődésben is benne a szabadság. És ezzel meg is érkeztünk ugye a féltékenység klasszikus formájára, ugye a destruktív, romboló féltékenységre, a nagybetűs féltékenységre. Ja, ezzel a fajta féltékenységgel a következő a probléma. Problémák. Egy, annyira erős érzés, nevezzük érzésnek, hogy maximálisan képes áttenni az ember élete felett az irányítást. Tehát annyira erős egy egoista torzulás, hogy minden más kiüt, amikor ott van, képes erre legalábbis. Nem véletlenül a legtöbb ember féltékenységében olyan dolgokat is megtesz, amiket józanul fogalmazom, ki nem tenne. A nyomozástól kezdve tehát a másik telefonjában nézegetésen át a verekedésig és stb. Tehát, hogy ez nem szerencsés benne. Kettő. A féltékenységnek az a másik problémája, hogy mindig megideologizálja önmagát. Tehát mindig elfogadtatja önmagát igazságnak. Nagyon sok ember szokta gondolni, vagy mondani is azt, hogy én igenis okkal vagyok féltékeny. Mert a másik ugye olyan típus mondjuk, hogy nézelődik, figyelget, vagy olyan, vagy tudod, hogy előtted úgymond, mert elmesélte, sok kapcsolata volt, vagy sok nővel, sok férfival volt, csak olyan futóviszonya, vagy csak voltak kalandok, vagy éppen szeretett is kalandozgatni, és ilyen klasszikus módon, tehát ilyen össze-vissza. Vagy csak annyira szép a másik, vagy jóképű, hogy tudod, hogy rengeteg lehetősége van arra, hogy bármikor nőkkel, férfiakkal kapcsolódhasson. Tehát ilyenkor az ember azzal nyugtatja meg, hát a féltékeny ego azt mondja, hogy jogom van féltékenyek lenni, mert okkal vagyok féltékeny. Emberek, értsük meg a következőt. Az okkal vagyok féltékeny duma, ez egy marhaság. Miért? Azért, mert teljesen lényegtelen, hogy miért vagy féltékeny. A féltékenység sosem valós, csak amikor beteges, csak benned. Csak a te fejedben tombol. Ugyanis a kapcsolat szempontjából teljesen értelmetlen. Miért? Mert ha a másik veled boldog, akkor ott marad, ha meg nem, akkor meg nem fogod maradni. És kész.
az, hogy ezentúl mi történik, az a kapcsolat számára nincs köze. Tudom, nagyon sok ember ezt nem érti, mert úgy gondolja, hogyha másik ember engem szeret, akkor ezt nem teszi meg, akkor nem nézegeti a nőket, fel férfiakat, nem lép velük semmilyen kapcsolatba, nem fekszik le velük, vagy egyáltalán. De emberek, ez csak egyfajta egoista csacsiság. A valóság ennél sokkal egyszerűbb és sokkal teljesebb. Ha boldog vagytok, akkor boldog vagytok, és kész. Akkor nem kell egy egoista okokat keresni, hogy miért vagyunk boldog, vagy hogy miért nem vagyunk boldogak, amikor boldog vagytok. Oké, és kettő, ha a másik ott van, akkor ott van. Akkor nincs értelme azon rágódni, hogy mit csinál, amikor nincs itt. Mert hát ott van. Tudom, ezt nehéz megérteni, és nem is várom el, hogy azonnal megértsd. Te se várd el magadtól. Úgyhogy futtasd magadba a dolgokat, próbáld megnézni mindig a valóságot. Attól, mert te valakivel együtt élsz, és boldog vagy, és jó az életed, az egy nagyon jó dolog. De attól, hogyha ez nincs, mert a másik mondjuk elmegy egy másik férfi van másik nővel, és egyedül maradsz, attól te életed, te értéked nem változik semmit. Nem viccelj már. A tartalom, ami benned van, az miért lenne kevesebb azért, mert másik nincs ott. Igen, persze lehetnek nehézségek, el kell költözni, új lakás, új élet. Igen, nem lesz ott a másik, nincs, aki reggel megfőzze a kávét. Nincs, akire számíthatsz a bajban. Nincs kéznél a szexuális partner. De hát attól még te, az ember, attól nem vagy kevesebb. Érted? Te az egyén, aki túlmutatsz időn és teren, hát nem viccelj már. Te vagy lennél kevesebb. De egyértelmű, hogy te fizikai világban, a játékban, a játszmában, a színpadon érezheted úgy, és ezért lehetsz féltékeny, hogyha másik nincs ott, a kapcsolatod nincs, akkor bizony a társadalom szemében mondjuk, vagy akár az egód szemében te kevesebb vagy. De a valósághoz ennek semmi köze. No tehát, a klasszikus betegesnek, rombolóan nevezett féltékenységnek is leginkább gyermekkori alapjai szoktak lenni. Már mondottam volt korábban, hogy szokott kilakulni. Az estek többségében legalizálja az ember a féltékenységet, ahogy növekszik, tehát elfogadja igazságnak és valóságnak az érzést, és mikor megjelenik, épp úgy szabadjára képes engedni, mint bármi mást. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy még a beteges féltékenységnek is van legalitása az ember életében, mert hát miért lenne? Hát igenis, ha valakit nagyon sokszor megbántottak, nagyon sokszor megélte azt, hogy becsapta magát, saját magát azzal, hogy úgy hitte, hogy a másik emberet nagyon szereti mondjuk, vagy hogy a másik ember elfogadja a játékszabályokat, hogy nem lép félre. De ez nem történt meg, és ezért megalázottnak érzi magát, megsemmisülve érzi magát. És ha valaki sokszor megélte, megtapasztalta, akkor teljesen értem, mert féltékenység, mint olyan, még a beteges féltékenység is, mint olyan, egyfajta védekező reflexé válik, egyfajta ilyen falat képez az egyén lelke körül, és amit be is enged a érzést, azt is valamilyen szinten megfertőzi. Tehát nem azt mondom, hogy a féltékenység, a beteges féltékenység is mindenképp rossz, és hogy fúj, jaj, dehogy, de tény, hogy tönkreteszi, megmérgezi az életet, és nem csak a tiédet, hanem tényleg a körülötted élő két is képes. Ezért éri meg foglalkozni vele, és valamilyen szinten felszabadulni, megszabadulni tőle, mert abszolút kinyílik a világ. A féltékenységed elmúlik, vagy ha gyengül, új színeket, új élményeket, végtelen mennyiségű új szint, új élményt, érzelmi gondolat, élményt fogsz tudni megtapasztalni. A szabadság, a valódi szabadság, ami belőled fakad, ami benned van, az elképesztő jó élmény, és a féltékenység az egyik olyan erő, ami meggátol a saját belső szabadságod, lényed megélésében. Nézzük meg, hogy ez a klasszikus beteges féltékenység hogy szokott megjelenni, mikor és mik a jelei. Megéri odafigyelni mind magadra, mind másokra, mert ha a másik nem eléggé intelligens, mert a féltékenység feldolgozásához az intelligencia nem elég, egyfajta érettségre van szüksége, egyfajta lelki érettségre, egyfajta érzelmi érettségre, ami az emberek többsége nem tudja megszerezni ezt, vagy pedig csak akkor, mikor már idősebb, ilyen 40-50 fölött szokott ez megjelenni, amikor már képes elengedni
a illúzió hazugságokat, és képes megélni a valóságot, és amikor a féltékenység gyengül, vagy el is múlik. De mondom, egyfajta érett bölcsesség kell ehhez, nem elég csak okosnak lenni, mert a féltékenység az egy ravasz érzés, és bekúszik a bőröd alá sejtjeitbe. És mint mondottam, ott úgyis képes téged irányítani, és manipulálni, hogy észre sem veszed, mert nem a féltékenységet érzed, hanem teljesen más érzéseket elész meg, miközben a féltékenység ott vigyorog a lelked mélyén, és járja a maga kis táncát. No, tehát a klasszikus beteges féltékenység első jele, amit megéri észrevenni, már a kapcsolat előtt kialakul. Gyakran megfigyelhető, hogy az első randin férfi vagy egy nő már ott elkezd féltékenykedni, mikor még csak beszélgettek. Már akkor kézzel fogható jelei vannak, sokszor le is mondja. Már kérdezi, ugye, hogy holnap mit csinálsz, kivel találkozol, ne találkozol. Nem egy embertől hallottam ezt, hogy már a ismerkedés elején a mások olyan szinten rákoszolt, és olyan szinten irányítani akarta az életét, mintha már hónapok óta együtt járnának, együtt élnének. Ha ilyennel találkozol, akkor nagyon gondold meg a kapcsolat folytatását. Mert az ilyen típusú beteges féltékenység, aki már a kapcsolata előtt a tulajdonának tekint, mert itt mégis erről van szó, hogy úgy gondolja, hogy te az ő élete része, igaz, pontosan az övé vagy, és neked be kell tagozódnod az ő életritmusába, és nincs mese. Tehát ha ilyennel találkozol, ez a fajta beteges állapot általában nem szokott javulni. Sőt, ha változik is, rosszabb lesz az évek folyamán. Annyira eluralja ez a fajta féltékenység, ez a romboló féltékenység, és ez a fajta irányítási kontrollmánia ilyenkor az embert, hogy az este többségében nem tud tőle megszabadulni, mert önmagának érzi, önmagának hiszi. A kettőszámú féltékenység ugye az, amikor a kapcsolat elején szokott megjelenni, mikor már eltelt néhány hét, hónap, és ugye azt veszed észre, hogy a másik kezd már úgymond számolni veled. Ennek egyrészt nagyon örülsz, mert hát ugye itt fölmerül a közös jövőnek a lehetősége, már ha te szeretnél közös jövőt. Megfigyelhető különben, hogy a féltékenység úgy szokott leginkább megjelenni, hogyha a páros külön ritmusban éli a fejlődésüket, tehát a kapcsolati fejlődést. Ez azt jelenti, hogy valamelyik fél előbb akar mondjuk a másikkal úgymond komoly kapcsolatot, másiknak az érzés lassabban jön, vagy egyáltalán nem jön, mert ő nem is akar ilyet. Mert megfigyelhető, hogy az a fél, aki előbb szeretné a kapcsolatot úgymond legalizálni, és úgymond közössé tenni, aki előbb szeretne, aki gyorsabban halad, előbb szeretne a másikkal komolyan számolni, az a fél szokott inkább féltékenységet megélni, mert ugye úgy érzi, hogy a másik kicsúszik ugye a kezei közül. Hangsúlyozom, a kapcsolat eléről beszélek, amikor még abszolút nincs erről szó. Hisz a kapcsolat elején tartok, még nem, nincs mit elhagyni, úgymond, érted? Csak az elméd elhiteti veled ilyenkor, hogy van vesztenivalód, és hogy a másik nem úgy áll hozzá, mert biztos van valaki, vagy csak téged nem gondol elég komolyan. Jó. Ha ez bekövetkezik, ha te vagy a féltékenykedő fél, akkor megéri próbálni visszavenni ebből az egészből. Nem könnyű. De vegyél nagy levegőt mindig, és hagyjad, hogy a másik szabadon mozoghasson a kapcsolatodokban, a kezdődő, kialakuló kapcsolatban. A legnagyobb probléma és hiba szokott lenni az, hogyha ilyenkor elkezded a másik életét meghatározni. Gyakran láttam ilyet, hogy nők elkezdték már ilyenkor leválasztani ugye a pasast többi barátjáról. Már hiszizett, balhízott, hogy ne találkozzon velük, vagy hogy beosztotta, hogy minél többet találkoznak, igenis kikövetelt magának, hogy akkor holnap is, holnap után is. De láttam ilyet férfiaknál is, nagyon sok férfitől. Mi maraságot már az első néhány hét hónapban, hogy már rászólt a nőre, hogy mit vegyen föl, hogyha nem olyan ruhát vett föl, mert túlságosan kihívó ruhát vett föl, akkor veszekedett vele, és lerángatta a ruhát, vagy mit tudom, bekapcsolta a nőnek az ingén a gombot, a felső gombot, ne látszódjon a dekoltás. Tehát, hogy nagyon sok férfi is elrontja ilyenkor a dolgot, rátlepszik a másik emberre. Ennek hosszában szinte kivétel nélkül vagy szakítása vége, vagy pedig az, hogyha féltékeny fél képes maga alá nyomni, maga alá gyűrni a másikat, akkor valóban akár 30 évig is együtt maradhatnak, épp csak a másik megszűnik a kapcsolatban, abszolút alárendelté válik.
de tényleg, tehát a abszolút, abszolút alárendelté lábtörlővé. Mert a féltékenységgel maga alá tudta gyűrni a féltékenkedő. Tehát nem egy szerencsés dolog ez. Ha pedig azt veszed észre, hogy a másik ilyen féltékeny, tehát már ismered legalább egy hónapja, találkoztok mondjuk, vagy ötször, és látod a jeleket, akkor le kell ülni és beszélni kell vele, hogyha másik neked fontos. Tehát meg kell értetni, ez így nem jó. Újra mondom, nem szabad beleverni a másik orrát, tehát nem hibáztatni kell, hanem meg kell értetni a dolgot. És hát, ha akkor lesz változás. De ha nem fog változni a másik, mert ez a fajta féltékenység, akkor gondolkodj, mert feltetleg később sem fog, sőt, mondom, rosszabb lesz. A féltékenység harmadik klasszikus formája, hogy akkor szokott megjönni, mikor a kapcsolat tartósá válik néhány év után, amikor már közös az élet, és már egymásnak ti egy új lábat jelentetek, érted? Tehát már az életekben annyira benne van a másik, hogy igenis napi szintű a jelenléte, és igenis nagyon sok helyzetet az életedben a másik akarva, akaratlan old meg, csak az, ahogy létezik. Az ilyenfajta egység megéléskor szokott megjönni a féltékenység akkor, hogyha a féltékenykedő fél úgy érzi, hogy nem eléggé biztos a másik az életében. Ennek a következő szokott lenni az oka. Tehát már egy hosszabb kapcsolatban, egy-két év magasságában megjelenik a féltékenység, akkor a féltékenykedő félben szinte biztos, hogy van, mint mondottam volt az előbb, egy erőteljes ilyen kisebbségi komplexus, tehát nem érzi elég jónak magát, nem érzi elégnek magát ahhoz, hogy megtartsa a kapcsolatot. Hát kettő. Könnyen lehetséges, hogy volt rossz tapasztalat régebben, tehát igenis megcsalták, amiről nem is tudott. Csak évek múlva derült ki. És ezt ilyenkor előveszi a lelke mélyéről az egója, és kezdi rávetíteni az új mostani kapcsolatára is. Hát három. Gyakran megfigyelhető, hogyha egy hosszatávú kapcsolatban ugye már egy-két év után már a másikat ugye valamilyen szinten meg a kapcsolatod és ugye önmagadénak érzed. Megfigyelhető, hogyha amúgy önmagaddal van problémád, tegyük föl, úgy érzed mondjuk, hogy öregszel, vagy van rajta plusz, hirtelen lett még plusz 5 kiló, vagy lett egy baleseted és lett egy sepphelyed. Tehát ha olyan problémád van önmagaddal, ami igazából rólad szól, tehát semmi közöbb a kapcsolatodhoz, de mivel a kapcsolatod a másik, már az életed része, ezért a rólad szóló problémát rávetíted, ráhúzod egyfajta ilyen féltékenységes játszmával. Négy. Láttam olyat is, hogy abszolút nem volt féltékeny az illető a kapcsolatban, de egy barátját, ismerősét nagyon becsapták, megcsalták, kiderült, nagy botrány volt belőle, stb. És akkor ez a nagy botrány, ez addig gyűrűzött, hogy ő befészkelte magát az ő elméjébe is. És elkezdte figyelni a jeleket, ugye, úgymond. Ja, az barátom mondogatta, hogy nem vagyok féltékeny, csak nyomozok. Hát, hogyha már nyomozol, úgy akkor van. Tehát, amikor egy ilyen kapcsolatban, római három, tehát mikor már a kapcsolat folyamatában jön meg a féltékenység, ami korábban nem volt, akkor szinte mindig, kizárólagosan mindig arról van szó, hogy a féltékenykedőben tegyük fel, akkor benned valami probléma van, ami rólad szól. Csak kivetül az egész a kapcsolatra, mert nem akarsz szembenézni vele önmagadban, vagy nem tudsz. Megéri ilyenkor magad felé fordulni. Megéri. Amúgy a féltékenységi játszmáknak az egyik nagy titka az, hogy ha kezelni akarjátok, hangsúlyozom, ha kezelni akarjátok, mert amúgy nagyon jó indok a szakításra a féltékenység pró-kontra mind a két oldalról. De ha nem akartok szakítani, és kezelni akarjátok, akkor te, aki mondjuk a féltékeny vagy, vagy egy rohamod után, mikor megnyugodtál, mindig kér bocsánatot. Ez nagyon fontos. És tényleg próbálj változni. És te, aki meg úgymond a szenvedő a féltékenységnek, te pedig mindig próbálj meg elengedő lenni, mindig figyelj a lényegre, a valóságra, arra, hogy igazából szeretitek egymást. Próbálj meg lazán kezelni a dolgot. Nem lesz könnyű a sokadik után, de így jobban el lehet venni az élét, és kezelhetőbbé válik a probléma. Oké?
És hát ugye a féltékenység negyedik forma, ilyen párkapcsolatban, hogy akkor szokott meglenni, mikor a párkapcsolatnak vége van, mondjuk szakítottatok, de azt veszed észre, hogy mindig féltéken vagy a másikra, ugye? Hogy kivel találkozik, hogy mit csinál. Nem akarod, hogy még legyen kapcsolata. Ugye leginkább ezt azzal magyarázod, és amúgy igaz is, hogyha a másik már holnap új partnert talál magának a szakítás után, akkor már biztos nem is szeretett, vagy ugye megalázó, mert mi nem gyászolja a kapcsolatot. Nem is volt ennek ennyire fontos, hogy sírjon már ilyen gyorsan, tovább is lépett. Tehát amikor a szakítás után nincs egy fájdalom a másik emberben, a volt az exedben, akkor az elméd, az egód azt mondja, hogyha most nem érez fájdalmat, akkor nem is jelentettem neki semmit. Ezért úgymond valamilyen szinten próbálsz a másikból fájdalmat kicsikarni, neki fájdalmat okozni. Mert hát úgy gondolod, hogy ez neked jár. De hogy telik múlik a hetek, hónapok, ugye ez ugye csökken. Te is gyógyulsz, a másik is gyógyul. És megfigyelhető, ilyenkor kialakul egyfajta speciális féltékenység, ami arról szól, hogy igazából rájött, hogy neked a másik már úgy nem kell, mert hát nem véletlenül szakítottatok, nem működött. Te azért azt akarod, hogy ne legyen még új kapcsolat a másiknak, hogyha valaki meglenik, akkor gyomlod kicsit összeszorul. Mert hogy milyen dolog már az, ugye? Mert az emlékeidben azért a másik még valahol az életednek a része. Még valahol úgymond a tiéd. Tehát az, hogy megjelenik egy újabb férfi, egy nő a másik életében, ugye úgy érzed, hogy a privilégiumot, tehát hogy a tulajdonod, a te személyes tulajdonod ugye sérül, mert ugye elveszik. Ilyenkor gyakran megfigyelhető, hogy a féltékenykedő nem féltékenységet érez, hanem azt, hogy hú, akkor kezdjük újra. Hogy ó, mégiscsak a másik az igazi. Pedig valójában az este többségében nem mindig, mert igenis láttam olyat, hogy két ember ötödjére kezdte újra kapcsolatát, és utána egy életet át együtt éltek, mert addig ötször kellett nekifutniuk ahhoz, hogy benőjön a fejük lágya. Tehát van ilyen. Láttam ilyet. De az este többségében arról van szó, hogy amikor kezdjük újra, mert kezdjük újra, akkor csak arról van szó, hogy nem akarod, hogy másik más legyen. Igazából neked sem kell, de másik másé se legyen. És ilyenkor próbáltak újra kezdeni a dolgot, próbálsz, ott vagy, és erőszakoskodsz, ha éppen a másik nem akarja. Ilyenkor sem biztos, hogy a féltékenységet érzed, csak a vágyat, ugye, hogy legyen a másik újra az enyém, de valójában a féltékenység az, ami dolgozik. Bizony. Mit okoz meg ez a féltékenység, ez mind benned, mind a másikban, mind meg a környezetedben. Ez nagyon fontos megérteni. Az építő jellegű féltékenység az egyfajta ösztönző erő tud lenni. Az egyfajta hajtóerő arra, amikor érzed, hogy ó, te jó Isten, milyen csodálatos feleségem, barátnőm, barátnőim vannak, hogy milyen csodálatos férjem, barátom, barátaim vannak, és hogy úgy jól érsik velük lenni, és látod, hogy jók, különlegesek, és érzed, hogy össze kell magam kapni. Mert hát igenis minden újukra kapnának 10 férfit vagy nőt. Ez is lehet egy hajtóerő, hogy hú, akkor tényleg akkor fogod magad, elmész edzeni, odafigyelsz magadra, ápolt leszel. Kettő, okozhat nagyon erős lelkészülő fejlődés, mikor azt veszed észre, hogy fú, milyen csodálatos ember van az életemben, a párom, és hogy odafigyelsz rá, mert rájössz arra, hogy a külső nagyon fontos, de hát igenis a belső az talán még lényegesebb, mert igenis az, hogy együtt vagytok, az a tartalom, az a másiknak milyen sokat jelent, és neked is. Tehát odafigyelsz arra, hogy mi az, ami jó lehet a másik embernek. Próbálsz nem erőszakosan, tehát nem kell magadon erőszakot tenned, de igenis odafigyelni arra, hogy másiknak mi lehet a jó. Nagyon fontos, fiúk, lányok, értsétek meg a következőt. Minden ember úgy hiszi, hogy tud szeretni. És ez valahol így is van. De más a szeretet, és más a formája. Mert olykor, ha nem jó a szeretet formád, akkor a szeretet az, ami tönkreteszi a kapcsolatot, és elpusztítja. Nem csak a kapcsolatot, akár téged is. Tehát önmagában a szeretet az tökéletes, de meg kell hozzá tanulni a formát. Nagyon fontos megérteni a következőt. Egy intelligens ember ezt tudja. Néha-néha azért szeresd úgy a másik embert, ahogy az neki jó, ahogy azt megérdemli, oké? Nem biztos, hogy az neked is jó lesz. De általában úgy, de
Tehát okozhat, mondom, ez a fajta egészséges féltékenységet, nagyon erős szellemi lelki fejlődést is. Tehát nem kell megszabadulni mindenképp tőle. Mondom, fogod tudni, a féltékenységed egészséges, hogy ritkán jön elő, még viccesen is ritkán jön elő, és akkor mindig vicces marad. Tehát mindig egyfajta öniróniával és néhány röhögéssel el tudjátok venni az élét, és kész, és vége van. Hogyha megjelenik benned az elszámoltatásnak a vágya, hogy a másik mit csinált, hol volt, ha elkezdesz a telefonjában turkálni, ha nézegeted az e-mailjeit, ha ilyen ártatlan kérdéseket teszel neki föl, tudod, ilyen keresztkérdéseket, hogy hát belezavarodik-e, hogyha egy órával később ér haza, akkor már azon kattogsz, hogy úristen, biztos a főnökével kamatyol az irodaasztalon. Tehát ha ilyen dolgok vannak benned, akkor a féltékenységed már nem egészséges, akkor már betegesnek minősül. És hiába mondod azt, hogy de igenis okkal vagyok féltékeny, nem, ez nem igaz, ez csak egy egoista hazugság. Valójában simán csak féltékeny van. Oké. Viszont a beteges féltékenység azt abszolút mértékben rombol. Először is lerombol ugye téged. Ugye a féltékenységnek az a egyik trükkje, hogy ugye először alattomosan csak sütyorod neki ezt a füledbe. Nem, az este többségében nem egyből erős. Az alattomos sutyorgás, mivel alattomos és finom, ezért szépen, mint egy ilyen pókháló, beszövi az egész lényedet. Előbb vagy utóbb a féltékenység ezen háló szűrőjén keresztül fogod nézni a világot. Tehát minden, azaz minden esemény, ami bekövetkezik, számodra meg fogja erősíteni a féltékenységednek ugye a tényét, tehát igazolni fogja. Akkor is, ha a másik rád mosolyog, akkor is, ha pontosan hazaér, ha biztos azért, mert pontosan, hogy ne gyanakodja, akkor is a virágot hoz, vagy legfőzi a kedvenc étledet, tehát vaj van a füle mögött, mert most kedveskedni próbál. Az emberi élme ilyen tényleg elképesztően zseniális, idézőjelbe értem, mindent meg tud magyarázni, mindig úgy, ahogy neki az jó, hogy igazolja az érzést, a gondolatot, igazolja a tettet. Úgyhogy első lépésben így tesz tönkre. De a következő lépésben ugye már felerősödik, és olyankor már a reakcióidat, a reagálásaidat, a tetteidet is tönkreteszi. Tehát igenis, amikor már a féltékenység annyira erős, a romboló féltékenység, akkor már nem nagyon tudsz neki ellenállni. Akkor csapkodsz, üvöltözöl, kiabálsz, veszekszel, sírsz, puffogsz, hisztizel, mártírt játszol, már rombolod. És ilyenkor már nem csak magadat rombolod, hanem másikat is szándékosan teszed ezt, mert úgy gondolod, az egód azt sutyorogja a füledbe. Hogyha meg tudod bántani a féltékenységgel a másikat, akkor a másik még szeret. Hogyha tényleg vagyok neki annyira fontos, hogy vitázom, veszekedjen, üvöltsen, akkor a másik meg engem akar. Nagyon sok ilyet láttam pároknál, intelligens, értelmes pároknál, hogy három havonta valamelyik fél kiprovokált egy ilyenfajta veszekedést, de csak addig provokálta, amíg a másik elkezdett üvölteni. Ha az bekövetkezett, akkor meggyugodott, és mindenki boldog volt. Volt egy békülő szex, és minden ment szépen tovább. Az emberi elme, az emberi ego egy érdekes jószág. A harmadik lépésben a féltékenység ugye elkezdi megmérgezni a kapcsolatot is. Tehát nem csak téged és a másikat rombol már, hanem a kapcsolatot is. Ilyenkor egyfajta ilyen csatározásra válik a kapcsolat. Állandó feszültségforrások vannak, állandó beszólások vannak, szándékosan rombold másik életét, nem adsz át üzeneteket, amiket kapott másoktól. Folyamatosan keresztbe teszel neki. Szóval ilyenkor már egy ilyen állóháború veszi kezdetét a kapcsolatban. Mindig megalázátok egymást, beszóltok egymásnak, és nem viccesen, hanem komolyan, fájdalmasan társaságokban. Tehát ilyenkor már a kapcsolat igazából arról szól, hogy a féltékenység hogyan tudja széttaposni az életet köztetek és bennetek. A negyedik lépésben pedig a féltékenység elkezd átterjedni a ismerősökre, általában össze a családtagokra, tehát a gyerekekre, illetve a környezetben élők, az élőkre, akik sokat vagytok együtt, jó barátokra. Ez nem azt jelenti, hogy ők is féltékenyek lesznek, hanem ők csak a fájdalmat, a szenvedést élik meg, a zavart, félelmet fognak megélni, mert ugye a féltékenység őrült nagy energia, és mivel elveszi az ember eszét, ezért a gyerekek szemében olyanná válsz, mint a te szemedben mondjuk az őrültek vagy a bolondok, kiszámíthatatlan leszel,
az ilyen tomboló féltékenység mindig megmérgezi a családi életet, és mindig elszakít a barátoktól. Kivéve úgy, amikor külön-külön találkoztak a barátaiddal, és ő a másik az ő barátaival. Mert akkor ugye valamilyen szinten támogatást kapnak, mert elmondják a panaszaikat, hogy a saját szemszögükből torzítva adják el azt, ami történik. Ilyenkor megerősítést kapnak a féltékenységre. De amikor együtt vagy a pároddal, és nagy balhét csaptok egy baráttárság közepén, akkor ott csak romboltok. És mondom, nem beszél a gyerekekről. A gyerek azért, mert nem hallja, hogy apa anyja veszekszik. Attól még az fölfogja. A gyerek mindig elmondom, az gyerek, nem pedig hülye. Nagyon jó érzékeik vannak a gyerekeknek, csak mivel még az egójuk, az elmejük nem elég erős, ezért nem tudják megmagyarázni, nem tudják, és ezáltal feldolgozni, és sokkal nehezebben tudják azt, ami történik, tehát sokkal könnyebben félreértik. A gyerek magára tudja venni a szüleinek a veszekedését, a féltékenységből adódó veszekedéseket is, és azt hiszi, hogy ő a hibás, hogy miatta történik. Tehát semmiképp sem, az a fajta romboló, destruktív féltékenység semmiképp sem előnyös. Megéri feldolgozni, vagy megéri változtatni. És ígéretem szerint ugye mi a lehetőség a megoldásra? Nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogyha valakinek ilyenfajta romboló, destruktív féltékenysége van, tehát ez a beteges, és rájön erre, mert hát ugye már a 8. kapcsolata mentén miatt tönkre, vagy eljut odáig, hogy belátja azt, hogy talán nem mindig az összes férfi, meg az összes nő, a másik a hibás, hanem talán bennem van valami probléma. Akkor ugye megindul valamilyen szinten önmaga felé. Ugye egy ilyen szintű probléma megoldásnak két útja van. Az egyik ugye, amikor egyedül csinálod, tehát autodidakta módon fejlődsz és tanulsz, a másik, mikor szakemberhez fordulsz, valami módszerért. Ez lehet egy jól képzett pszichológustól kezdve, egy ilyen terapeután át, egészen egy valami jó menő, nagyon okos, intelligens guruig bezárólagosan. Gurut idézőjelbést. Lényeg, hogy ilyenkor valakinek a segítségét kéred. Ezen problémával általában ez utóbbi szerencsésebb, mert a féltékenység annyira az ego része, és azáltal annyira a saját önmagad részének tekinted, hogy nehéz tisztán látni a kérdésben, hogy mikor, mi, miért történik. Nehéz elfogadni azt, hogy azért, és most nagyon figyelj, hogy azért, mert a másik tényleg lefeküdt a szomszéddal. Attól még a te féltékenységednek, amikor erre elkezdtél gyanakodni, attól még nem volt semmi létjogosultsága. Hogy azért, mert valóban megérezted, hogy a másik kacsingat a szomszéd felé, azért a féltékenység érzése még önmagában ostobaság, és csak téged rombolt. Ezt nagyon nehéz megérteni egy olyan emberrel, akik a féltékenység érzés, hogy a visszaigazolódott azzal, hogy de hát jogosan voltam féltékeny, mert hát tényleg lefeküdt a szomszéddal. Tudom, ez így most érthetetlen hangzik első körben, de gondold végig a dolgot. Oké? Gondold végig, és rá fogsz jönni, hogy amit mondtam, az igaz. Tehát ehhez, a megértéshez sokszor segíthet egy külső szemlélő. Ha viszont egyedül utat választod, azt a következőképpen éri megtenni. Először is, amit mondtam, ezt meg kell érteni, hogy a féltékenység érzése szokott változni akkor, hogyha érettebbé válsz, ha bölcsebbé válsz. Megfigyelhető, hogy nagyon fiatalok, nagyon féltékeny emberek 20-25 évesen egy kapcsolatban 40-50 fölött már nem érzik ezt, nem élik meg azt tragédiának, hogyha másik egy órával később jön haza, vagy nem problémáznak azon, hogyha másiknak tetszik egy másik férfi, másik nő, hát ugyan már tudják pontosan, hogy működik az élet, hogy működik a valóság. Tehát mondom, lehet egyfajta ilyen, szerezni egyfajta ilyen lelki érettséget csak azzal, hogy élsz és mersz élni. 2. Természetesen lehet tudatosan is gyakorolni valamilyen technikával, módszerrel, végigpörgetni a múltat, elengedni, megtanulni, máshogy reagálni, odafigyelni magadra. Ha jön az érzés, akkor nagy levegő, nem azonnal rázódítani a másikra, hanem máshogy kiengedni sporttal, művészettel, bármivel. Ez is segíthet. Ez nem egy végső megoldás, de kezdésnek nem rossz, hogy előbb-utóbb az elméd, az agyad felfogja, vagy a féltékenység érzése a számodra irányíthatóvá válik, kezelhetővé, te kezedbe kerül jobban a kontroll.
De hosszú távú megoldásnak ez nem jó, mert előbb-utóbb úgyis ki fog törni. Illetve néhány év után azért a másik már érzékel, és hiába nem kezd ezt lüvölteni, csak állsz, és konyhában éppen vágod a hagymát, attól még pontosan fogja tudni a hátadból, a tartásodból, a kisugárzásodból, hogy éppen most mi van benned. Úgyhogy rövid távon ez működhet, hosszú távon viszont nem. Fontos megérteni, hogyha a féltékenységet elkezdett foglalkozni, akkor ne várd egyből a javulást. Tehát ez nem úgy működik, hogy fáj a fejedbe, veszel a gyógyszert, és elmúlik a fejfájás. A féltékenység így nem fog tudni elmúlni. Általában nem múlik el így hasraütésre. Tehát újra meg újra hullámba fog jelentkezni, többször kell vele foglalkozni. A féltékenység megoldásának a végső folyamata, tehát a végső megoldás az szokott lenni, hogyha úgymond abszolút indirekt módon, tehát nem szándékosan a féltékenységgel foglalkozván, hanem teljesen más úton, módon és területeken, de változol. Tehát önmagadat egyre tartalmasabban, mélyebben meg fogod tudni élni. Ha ez bekövetkezik a tudatosság útján, a jelenlét útján, a befogadáson át, ha bekövetkezik az, hogy azt, aki vagy, azt a lényt, azt valóban meg tudod élni, akkor az összes féltékenységet kiváltó ok, a kisességi komplexusoktól kezdve a lelki, mentális, szellemi traumákon át, a gyermekkori problémák, tehát minden, ami a féltékenységet okozza, az ugye megszűnik, mert ha egyénként meg tudod élni azt, aki vagy, akkor nem érzel hiányt. Illetve mindaz, aki a korlátaid mögött valaha voltál, az ugye számodra olyanná válik, mint egy szerep, amit már nem játszol. Rálátásod lesz. Ilyenkor is, figyelj ide, ilyenkor is a féltékenység megjelenhet. Tehát nem mondhatom azt, hogy örökre eltűnik. De egy nagyon erős, nagyon masszív féltékeny, betegesen féltékenykedő ember is csak tényleg néha-néha lágy féltékenységet fog megélni akkor, hogyha a lényének az egészét éli, nem pedig azt az megnyomorított, összetört kis egoista vattúzokot, akit ugye önmagával azonosított sokáig. Szándékosan fogalmazok így, és veszem könnyedre a figurát. Ugyanis minél lazább vagy ebben a kérdésben, annál könnyebben tudsz haladni. Az ember túlságosan komolyan veszi a féltékenységét, és ezáltal ugye a saját egóját, és épp ezért nehezebben tud fejlődni és változni. Oké? Tehát egyszerűen a kis száz a vége. Ha nagyon féltékeny vagy, vagy a másik nagyon féltékeny, akkor azt mindenképp valami utómódon kezelni kell, mert hosszávon vagy megöli a párkapcsolatot, tehát szakítani fogtok, vagy megnyomorítja, és a féltékeny sárkányfél, aki lehet férfi, sőt, gyakran láttam férfiaknál is, még féltékenyebb, még despotább, még elnyomóbb lesz. A másik fél, aki pedig behódol, az még jobban elnyomják, és még jobban alárendelté válik, megszűnik létezni a kapcsolatban. Ez hosszú távon az este többségében senkinek sem jó. Oké? Tehát mindenképp megéri kezelni. Kettő. Ha a féltékenységetek alapvetően építő jellegű, tehát ilyen laza, lágy és nevetős és könnyed, akkor használjátok ki, mondom, a hajtóerejét, és egy szín lesz a kapcsolatokban az, hogy olykor ők elnevetgéltek a másik mofraságain, meg a sajátotoként. Ez abszolút rendben van. A humornak egy nagyon jó forrása lehet különben. Az a fajta könnyed féltékenység. Három. Ha pedig a féltékenységetek beteges, akkor mindenképp megéri vele foglalkozni. Hogyha te vagy a kevésbé féltékeny fél, a másik jobban féltékeny, akkor nagyon fontos, hogy megértsd a következőt. Te úgy a másikkal, hogy na, akkor üljünk le, beszéljünk, azt sosem fogod tudni megértetni, hogy ő nagyon féltékeny és ezen változtasson. Tehát neki kell eljutni odáig, hogy úgy gondolja, hogy hát ez így már nem jó. Hogy igenis hülye vagyok, hogy igenis túl reagálom a dolgokat, és ezen változtatnom kell. Ilyenkor lehet leülni vele beszélni, és ilyenkor beszélni is kell erről. Újra hangsúlyozom, akkor, ha szeretnétek a kapcsolatot úgymond megtartani. Oké? És még akkor is, hogyha te abszolút nem vagy féltékeny, vagy nagyon ritkán, a másik meg nagyon, és ő elkezd változni, akkor is vele együtt kell lenned a változásban. Tehát megéri közösen gyakorolni,
érezze, hogy ott vagy, megéri odafigyelni a másikra, támogatni, nem lenézően vagy atyáskodóan, nem. De őszintén szívből. Hagyni a másikat szabadon, megérteni, amikor olykor kitör a semmin, mert hát ugye kifog. Ugyanis a kapcsolatban nincsenek problémák, csak akkor, ha valamit problémaként kezeltek. Ezt tudom, hülyén hangzik, de így van. A kapcsolatban események vannak, megélések vannak, drámák vannak, élmények vannak. Ezek nem megoldhatók, érted? Nem lehet kiradírozni valamit, hogy megoldom, mint ahogy a kapcsolatod olyan, mint a tested. Nem lehet kiradírozni a testedből azért, mert nem tetszik. Persze, oké. Úgyhogy megéri együtt létezni, és együtt változni, fejlődni. Mert lehetséges tényleg, hogy 5-ös pont, el fogtok jutni oda, hogy bizony rá fogtok jönni arra, hogy mi az, ami nem kell a kapcsolatodban, mint mondjuk a testedben, van egy nem jó működő szerv, mondjuk egy akut vakbél, amit ugye ki kell venni, egy gyulladt vakbél, és akkor ketten együtt ezt meg lehet oldani. De a kapcsolatban ez minden szereplőnek szükség van arra, hogy odafigyeljen és tegyen valamit ezért, oké? Hogy milyen utat választodok, azt rátok bízom, döntsétek el, hogy saját magatok próbálkoztak, vagy szakember segítséget kéritek. De újra mondom, a végső megoldás a féltékenységre az mindenképp az, hogyha önmagatokat kezdetek el megélni, valódi lényeteket, azt, akik vagytok a korlátokon túl, azt az embert, aki vagy, és ha el tudod fogadni, be tudod fogadni, meg tudod élni azt, aki vagy, akkor korlátok jelentős része feloldódik. Nem korlátlanná válsz, de annyira feloldódik, hogy a féltékenység, mint olyan, már nem tudja megropogtatni a falakat, mert az is szépen feloldódik bennetek, és csak egyfajta teremtő erőként fog működni. Rendben van? No, zárásnál csak annyit, hogyha nagyon féltékeny típus vagy, akkor értsd meg, hogy nem vagy hibást, vagy nem vagy rossz. Ez fontos. Illetve te, hogyha nem vagy egy féltékeny típus, akkor te is értsd meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne tudnál valakit szeretni, azért, mert nem vagy féltékeny rá. Ez csak emberi játszmán. Gyakran elmondom, hogy az ember alapvetően, mint minden a mindenségben, tökéletes. Nem hibátlan, de tökéletes. Oké? Te a féltékenység egy együtt is tökéletes vagy, de attól még megéri változni. No, jók legyetek!